Jelentősen emelkedett az alapvető élelmiszerek ára az elmúlt időszakban, így drágult egyebek mellett az olaj, a hús és a kenyér is. Utóbbiból 1 kg-ért akár 1000 forintot is elkérhetnek az üzletekben. De nem csak a bevásárlásnál fizethetünk többet, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke elmondta, hogy a mezőgazdaságban is szembesülnek a termelők az árnövekedéssel, amely nagymértékben hozzájárul az árak emelkedéséhez. Itt összességében vannak olyan termények, amelyeknél az ár egy év alatt több mint megduplázódott, vagy még ennél magasabb mértékben is növekedett. Erre aztán még a háború rápakolt, ugye tudjuk jól, hogy rengeteg gabona szorult be Ukrajnába és részben Oroszországba is, és a világpiacon nagyon jelentősen elkezdtek emelkedni a gabonák árai. Na most az élelmiszereink nagy része az vagy közvetve, vagy közvetlenül bizony a gabonával összefüggésben van. Mindemellett nőttek az energiakiadások és szállítási költségek, így ezek további dráguláshoz vezettek, tudtuk meg a szakembertől. Az elmúlt hónapok során legalább ilyen hatással van rá egy másik nagyon fontos tényező, az energiaárak, illetve az ehhez kapcsolódó összes szolgáltatás meg tevékenység árának növekedése. Bizony a sütőipar az rendkívül energiaigényes, akár elektromos energiát, akár gázt, nézzünk attól függően, hogy milyen technológiát alkalmaznak, nagyon sok energiát használnak. Az egyik internetes weboldal, a napi.hu állítása szerint hazánkban drágult a legnagyobb mértékben a kenyér. Közel 70%-kal kellett többet fizetni augusztusban az alapvető élelmiszerért, a lisztárának növekedése azonban nem állt meg, így októbertől további árnövekedésre kell számítani.